Az új ukrán kisebbségi törvény nem garantálja a kisebbségi jogokat, nyilatkozta híradónknak Berendzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. A politikus szerint az új jogszabály ellentétes az ukrán alkotmánnyal, amely kimondja, hogy nem lehet olyan törvényeket hozni, amelyek szűkítik a korábban meglévő jogokat. Berendzovics László kiemelte, mindez jelentős visszalépés a kisebbségi kérdésben. A kisebbségek szóló törvény elfogadásával lezárult egy folyamat, amely 2014-ben, 2017-ben kezdődött, amely az ukrajnai kisebbségek jogfosztásáról szólt. A oktatási törvény, a nyelvtörvény, a médiatörvény számos jogot vett vissza, amely korábban a kárpátaljai magyarság és valamennyi ukrajnai nemzeti kisebbség rendelkezett. Most ez a törvény megerősítette ezt a jogfosztást, és tulajdonképpen egy igen jelentős visszalépés jelent az eddig érvényelő 1990-es törvény vonatkozásában, hiszen számos olyan joggal nem tudunk élni, amelyek korábban éltünk. Ugyanakkor a törvény zavaros és deklaratív jellegű, és nem teszi lehetővé azt, hogy a kisebbségeket megfelelőképpen meg tudják védeni, illetve bővíteni tudják jogaikat. Nagyon sajnálatos ez, hogy ebben a rendkívül válságos időszakban foglalkoztak ilyen kérdésekkel, amelyek egy békésebb korba kellene foglalkozni, azonban reméljük azt a jövőt illetően, hogy mivel van benne egy olyan passzus, amely azt mondja, hogy a nemzetközi szerződések felülírják a törvény rendelkezését, a későbbiekben ukrajna-európai integrációval, illetve Magyarország és Ukrajna viszonylatában ezek a kérdések újra napirendre kerülhetnek.